Kórházi várólisták, jóval kevesebbet kell várni egy-egy műtétre a nyíregyházi kórházban, mint évekkel ezelőtt. Emberi ürülék a játszótéren, felháborodott nyíregyházi szülők panaszkodtak, hogy belenyúlt a gyermekük. Fekete lóantilop született, nevével ellentétben nem fekete, hanem barna a kis jövevény. Mindössze 90 napot kell várni szürkehályog műtétre Nyíregyházán, ez a várakozási idő jóval az országos átlag alatt van. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kormány összesen 11 milliárd forintot fordított a kórházi várólisták felgyorsítására az elmúlt 3 évben. De más műtétekre is kevesebbet kell várni a betegeknek a Szabolcsi megye székhelyen. Így például a csípő és térdprotézis műtétre is, ezekre korábban több éves volt a várólista, most valamennyivel több mint 300 nap. Néha egy egyszerű szemvizsgálatnak indul, aztán műtét lesz belőle. A szürke hályog az egyik leggyakoribb probléma. Korábban fél éveket kellett várni egy-egy beavatkozásra. Ma Magyarországon jelenleg közel 33 ezer ember vár valamilyen műtéti beavatkozásra. A kormány az elmúlt 3 évben több mint 10 milliárd forintot fordított a várólisták csökkentésére. Országos viszonylatban és itt Szabolcsot már Bereg megyében is szürke hályog műtétre várnak a legtöbben. Tavaly összesen 2058 ilyen műtét volt Nyíregyházán, itt nincs jelentős várólista a megfelelő kapacitás miatt. A kormány arra adott pénzt, hogy az OEB finanszírozáson felül is tudjanak műtéteket elvégezni. Havi szinten azt el tudom mondani, hogy a nyíregyházi szemészeti osztály 180 beteget operál körülbelül szürkehályog műtéttel, tehát ezt egy évre vetítve ez egy jelentős összeg, 2000 fölötti az esetszám. Ehhez képest a Mátészalkai műtéti szám az intézmény saját kapacitásából adódóan, amit az OEB finanszírozási szerződésben enged, az nagyon alacsony, 20 darab beteg havi szinten. Ehhez képest az intézmény saját költségvetéséből plusz 20 beteg műtétére ad lehetőséget. Mátészalkán a várakozási idő 240 nap, és jelenleg is több mint 300 beteg van a várólistán. Országos viszonylatban ez a szám majdnem eléri a 12 ezret. Ez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár várólistával kapcsolatos honlapja. Itt minden információt meg lehet találni. Térd műtétre 440, a csípőprotézis műtétre pedig 360 napot kell várni országos átlagban. Nyíregyházán jobb a helyzet, egy éven belül megcsinálják ezeket, míg korábban akár 4-5 évet is várhattak a betegek. A nyári szünet alatt is folyamatos lesz az óvodai és bölcsődei ellátás Nyíregyházán. Az intézmények ugyan bezárnak, de mindig lesz nyitva ügyeletes, ahova várják a gyerekeket. Mátészalkán is megszervezték már az ügyeleti rendszert, így ott is tudják, hova vinni a szülők a kicsiket. Rajtra készen a lányok a nyíregyházi Bóbita bölcsődében. Most még rendes nyitvatartás szerint várják a gyerekeket az intézményben. Július 18-ától azonban a 9 önkormányzati intézményből 6-ban bezárnak. Addig a Katica bölcsőre ad ügyeletet. Augusztus 1-től pedig a Ne felejts bölcsődébe vihetik a szülők a gyerekeket. Azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei nem tudják ellátni a felügyeletét a két hetes zárvatartás ideje alatt, azoknak a gyerekeknek ügyeletes bölcsőde biztosítja a számukra az ellátást. Szülővel ilyenkor kötünk egy új megállapodást arra az időszakra, és ez időszak alatt a gyerek egy új bölcsődében vesz igénybe az ellátást. Föl lepattognak a trambolinon a gyerekek az Eszterlánc északi óvodában. Az intézményvezető azt mondta, idén 4 hétre zárnak be a 34 önkormányzati óvodában. Úgy szervezik, hogy június végétől 1 hónapra az egyik fele, majd július végétől a másik fele áll le. Arra is figyelnek, hogy az ügyeletes óvodákban a megszokott óvónők és dajkák várják a gyerekeket. Úgy szoktuk szervezni a nyár folyamán, hogy azokból az óvodákból, ahol a gyerekek óvodái zárva vannak, óvónénik, dajkanénik, pedagógiai asszisztensek átjönnek abban az óvodában, ahol nyitvatartás van, hogy még komfortosabban érezzék a gyerekek magukat. Megy a Libikóka a Mátészalkai 4 évszak óvodában. A városban egységesen augusztus 8-ától 2 hétre zárnak be az óvodák. Erről már február közepén tájékoztatták a szülőket. Erre az időszakra 2 tagintézményben várják a gyerekeket. Ilyenkor a létszám mivel lecsökken, a város rész 2 helyén van óvoda nyitva, jelen esetben
a Kikelet tagóvoda fog működni, és az Eszterlánc tagóvodánk. Ez azért is nagyon jó, mert nem okoz gondot a szülőknek a gyermekek óvodába hordása. Máté Szalkán eddig csak nem 200-an jelezték, hogy kérik az ügyeleti elhelyezés az óvodákban. Augusztus 21-től a megye összes óvodája nyit, mert kezdődik a 2016-2017-es nevelési év. Emberi ürüléket találtak kisgyermekek az egyik nyíregyházi játszótéren. Egy faházba mentek be, és ott nyúltak bele. A szülők felháborodva kerestek meg minket. Ők azt mondták, hajléktalanok piszkítottak oda. Mások a kutyákra panaszkodtak. A fenntartó nyírvévé közlemény küldött az ügyben. Azt írták, ők mindig fertőtlenítik és takarítják a játszótereket. Hajléktalanok iszogatnak a malomkert egyik játszótere mellett a padon. Amint észreveszik a stábunkat, sietve távoznak a helyszínről, csikkeket, szemetet és egy italos palackot hagyva maguk után, alig néhány méterre a gyerekektől. A környéken lakó anyukák elmondták, már jó ideje életvitelszerűen élnek itt ezek az emberek a hozzájuk csapódott kutyákkal, reggelre pedig gyakran minősíthetetlen állapotban hagyják a parkot és a játszótér berendezéseit. Körülbelül egy 5 nappal ezelőtt játszottunk a gyerekekkel, és a kisebbik fiam a mögöttünk lévő kis faházba bement játszani, és egy perc múlva úgy jött ki, hogy a kezén valamilyen ürülék volt. Mondanom sem kell, hogy azonnal rohantunk haza lefertőtleníteni. Más szülő a hajléktalanokat kísérő egyik kóbor kutyával került összetűzésbe. Jár velük egy kutyus is, aki sajnos nem arról híres, hogy szelíd lenne, és ez egy pár hete történt velem, megkergetett, pedig csak annyit tettem, hogy a gyereknek a labdájáért szaladtam, és még a játszótéren voltam. Tehát a szennyeződésen kívül ez még a másik fontos probléma. Ha a gyermek bármilyen ürülékkel találkozik, hasi panaszokra, hányingerre és hőemelkedésre kell odafigyelnie a szülőknek. Ha a tünetek jelentkeznek, érdemes minél hamarabb felkeresni a házi orvost. A legnagyobb problémát az jelenti, hogyha nehogy Isten a gyermek a szájába veszi a szennyezett kezét, ugyanis mind az emberi, mind az állati ürülékkel számos kórokozó, úgy mint vírusok, baktériumok és akár még paraziták is ürülhetnek az emberi szervezetből, amiket a szájba juttatva a kisgyermek is ugyanúgy elkaphat. Nyíregyházán helyi rendelet nem szabályozza a közterületek életvitelszerű használatát. A parkok és a játszóterek rendjére a közterület felügyelet munkatársai figyelnek. A közös együttélés szabályai viszont előírják, hogyan kell viselkedni az utcán. Így például nem lehet közterületen alkoholt fogyasztani, a padokon feküdni, vagy esetleg feltett lábbal ülni a háttámlán. Nagyon sok olyan szabály van lefektetve, amely valamilyen módon sérti a közös együttélés szabályait. Ezekhez már szankciók is vannak rendelve. Hát aki ezeket megszegi, például közterület felügyelő helyszínen 50.000 forintig terjedő helyszínbírságra is sújthatja, vagy eljárás során akár 150.000 forintig terjedő bírságra is lehet sújtani egy ilyen szabályszegőt. A szennyezett játszóterekkel kapcsolatban kérdeztük a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-t is. Ők nem kívántak kameránk elé állni, közleményben válaszoltak kérdéseinkre. Azt írták, a játszóterek közterületek rendeltetésszerű használata esetén semmilyen közegészségügyi probléma nem merülhet fel, hiszen társaságunk minden évben elvégzi a homokozók közegészségügyi homokcseréjét. A játszóeszközöket lemossuk, a játszóhelyek takarítását, ellenőrzését pedig rendszeresen végzik munkatársaink. Esetenként fertőtlenítő takarítást, illetve rendkívüli homokcserét is végrehajtunk a közterületeken. Amennyiben bármilyen problémát észlelnek a tisztelt városlakók, a 80 414 414 ingyenesen hívható zöld számon bejelenthetik társaságunk számára. Ügyek mentén bármely párttal hajlandó együttműködni, a lehet más a politika, a 2018-as választásokon viszont önállóan indulnak. Sallai R. Benedek, a párt országgyűlési képviselője, ma Nyíregyházán cáfolta, hogy Siffer András társelnök távozása után egyesülnének a Párbeszéd Magyarországért mozgalommal. Viszont bizonyos kérdésekben továbbra is együttműködnek más ellenzéki pártokkal. Ezek az együttműködések arra hivatottak, hogy ügyek mentén egy-egy jó ügy érdekében legyen összefogás. De ez nem jelenti azt, hogy 2018-ban bármilyen összefogásban az LMP szívesen venne részt, nem jelenti azt, hogy engedne az LMP abból a harmadik utolsó politikájából, ami meg szeretné a szekértábor logikát szüntetni Magyarországon, és két része szeretné politikai szakítani az országot. Fekete ló antilop született a nyíregyházi állatkertben. Nevével ellentétben a kis állat nem fekete.
hogy milyen színű, hamarosan láthatják. Előtte nézzük a híradó további témáit. A megyei másodosztályú Rakamaz nyerte a labdarúgó Magyar Kupa megyei döntőjét. Madalina György együttese az egy osztállyal feljebb szereplő Sényűt verte 3-1-re a sorozat fináléjában. Átvették az érmeket az NB1B keleti csoportjának harmadik helyén záró nyíregyházi kézilabda klub játékosai. Az NKC a következő szezonban saját nevelésű játékosaira építve szeretné stabilizálni a helyét a másodosztály élvonalában. Először nyert nyíregyházi versenyző az Európa napi országos kvízen. A győztes véletlenül vett részt a versenyen. Idén már 12. alkalommal szerveztek Európa Totót Magyarország uniós csatlakozásának évfordulóján, amelyen egy 13 kérdéses teszten mérik fel a lakosság uniós ismereteit. A fődíj egy amszterdami utazás volt. Bús István teljesen véletlenül töltötte ki a Totót. Gyermekeivel volt ott a rendezvényen. Azt mondta, nagyon meglepődött, mikor azzal hívták fel, hogy ő nyert. A kérdések azok elég nehezek voltak. Nem csak ilyen gyerekszintű kérdések voltak, hanem igenis felnőtt tudásra is szükség volt. Hát kitöltöttük gyakorlatilag a kérdőívet, nem is gondoltunk rá, hogy egyáltalán nyerhetünk. Bedobtuk, mert akkor ott voltunk, és a gyerek játszott is, és más milyen kifestőket, egyéb játékokat játszott. Hát mikor felhívták, akkor nem is akartuk elhinni. Magyarország még 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. Ennek évfordulóján minden évben országszerte Európa napot szerveznek, amelyen egy totó kitöltésével értékes ajándékokat nyerhetnek a résztvevők. Idén a főnyeremény egy kétszemélyes amszterdami utazás volt. A nyíregyházi Europe Direct tájékoztatási központ sokrétű feladatokat lát el. Ők koordinálták például ezt a versenyt is a térségben. A mi irodánknak nem feltétlenül csak az a célja, hogy az Európai Uniót, idézelben mondom, reklámozza, hanem az, hogy megértesse a polgárokkal, hogy mit profitált Magyarország az Európai Uniós csatlakozással. Tehát olyan Európai Uniós pályázatok nyújtott a lehetőségekről kívánunk információt átadni a polgárok számára, amik segítségével az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseket és beruházásokat tudtunk megvalósítani. Az ügynökség gondozásában ilyen kiemelt program a középkori templomok útja program is, tehát így kapcsolódik össze a két tevékenység. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a 2009-ben indult projekt már a szinte misszióvá vált, a közeljövőben pedig indul az ügynökség következő programja. A reformációs örökségtúra után június 17-től a Szent László kultuszhoz kapcsolódó településekkel is megismerkedhetnek az érdeklődők. Fekete lóantilop született a nyíregyházi állatparkban. A kis állat nevével ellentétben nem fekete szőrzetű, és nem is lesz az, hiszen ennél a fajnál csak a bikák feketednek be, körülbelül 3 éves korukra. Az 1 hónapos antiloplány egyelőre elkülönített helyen cseperedik, amint megerősödik, a látogatók is megismerkedhetnek vele. A fekete lóantilop a természetben Közép- és Dél-Afrika ligetes szavannáin és füves pusztáin él. Ez az egyik legimpozánsabb megjelenésű antilopfaj. Mindkét nem viselt szarvat, és különlegessége ennek az állatnak, hogy ugyan neve szerint fekete, egyedei között akadnak barna színűek is. 3 éves korban azonban, ahogy ivarérettté lesznek az állatok, a hímek fekete színűvé válnak, innen lehet megkülönböztetni leginkább őket, és a szarvuk is hatalmassá nő. A kis antilop, mikor megszületik, sokkal világosabb, barnásabb bundája, és később lesz sötét barna színezetű. Az itt látható 4 fős csapatban az apróság világos barna, míg a tehenek sötét barna színezetűek, az apuka pedig büszke, testtartású fekete állat. 260 napnyi vemhesség után 1 hónappal ezelőtt született meg a borjú. Az antiloplány sokat pihen, de édesanyja mozdulataira igen kíváncsi, sokszor követi őt. Az 1 hónapos kis antilop jelenleg anyukája mellett egy elkülönített helyen cseperedik, de amint megerősödik, a mögöttem látható területen fog majd csatlakozni a zsiráfokból, zebrákból és antilopokból álló csordához. A borjúnak babonából egyelőre még nem adtak nevet, azonban pár hét múlva a kifutón futkározva láthatja a nagy közönség. Az állatkertbe látogatók akár antilop neveket is ajánlhatnak a gondozóknak.
EON-os autónak álcázott egy terepjárót egy csempész, így akart 21 ezer doboz illegális cigarettát behozni az országba. A Ford Ranger úgy nézett ki, mintha az áramszolgáltató műhelyi kocsia lett volna. Az autót éjszaka akarták igazoltatni Csengernél, amikor a sofőr megijedt, egy földútra hajtott és gyalog menekült el a rendőrök elől, hátrahagyva a 23 millió forint értékű csempészárút. Késő éjjeli órákban figyeltek fel a rendőrjárőrök Csenger térségében közlekedő járműre, amely megpillantva a rendőrjárőröket azonnal egy közeli földútra hajtott, ott néhány száz méter után a gépjárművet hátrahagyva elmenekült a sofőr. A helyszínre érkező pénzügyőrök több mint 21 ezer doboz cigarettát találtak a gépjárműben. Egyébként a gépjárművet felmatricázták a helyi áramszolgáltató logójával, illetve el is látták azokkal a szükséges eszközökkel, amelyek arra utaltak, hogy a gépjármű a helyi áramszolgáltatónak az autója. Súlyos fejsérülésekkel vitték kórházba azt a nőt, aki szerdán délután a zebrán ütött el egy autó Nyíregyházán, az Arany János és az Árpád utca kereszteződésében. A mentők hordágyra tették és kórházba szállították. Az autó szélvédője teljesen betört az ütközéstől. Úgy tudjuk, hogy a nő balról, tehát nem a parkolóautók mögül érkezett. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. A megyei másodosztályú Rakamaz nyerte a labdarúgó Magyar Kupa megyei döntőjét. Madalina György együttese az egy osztályjal feljebb szereplő Sényőt verte 3-1-re a sorozat fináléjában. A Magyar Labdarúgó Szövetség átszervezte a kupasorozatot, így ősztől az alacsonyabb osztályú csapatok az eddigi másfél szezon helyett az aktuális évadban játsszák majd le a meccseiket. A 2015-2016-os szezon így Csonkára sikeredett, azaz a megyék legjobbjai nem kerültek fel az országos főtáblára. Ellentételezésként egy pénzdíjas döntőt vívhatott a két legjobb együttes. A szerdai fináléban a Nyíregyházi Városi Stadionban a megyei másodosztályú Rakamaz szerzett vezetést a megye egyes élnyű ellen, majd az egyenlítést követően még két gólt rúgtak Madalina György tanítványai, akik ezzel meg is szerezték a győztesnek járó serleget. Azt tudtuk, hogy Sényő egy nagyon jó csapat, rengeteg olyan játékos játszik a csapatban, akik már magasabb osztályban játszottak, nálunk kevés ilyen van. Ők minden héten ilyen iromú mérkőzésre szoktak hozzá, sajnos mi azokon a meccseken, amelyeken 8-10 góllal nyerünk, nem vagyunk olyan nagy feladat elé állítva, tehát én tartottam tőle, hogy nem fogjuk végbírni a mérkőzést, de aztán valamiből erén kellett kovácsolni, hát ez volt a lelkesedésünk, meg azt hiszem, hogy taktikusan jól játszottunk. A sényűiek edzője szerint nem becsülték le alacsonyabb osztályú ellenfelüket, viszont hátrányba kerülve már csak futottak az eredmény után. Teljesen komolyan vettük, mint ahogyan az egész sorozatot. Annyi történt, hogy az első félidő álmosan kezdtünk, hátrányba kerültünk, szünetben rendeztük a sorokat, kijöttünk egy teljesen más fordulaton, de ahelyett, hogy egyenlítés után, amikor ugye lélektani fölénybe kerültünk, meg játékfölénybe is, ahelyett, hogy mi rúgtunk volna gólt, kaptuk, és ott dőlt el a mérkőzés sajnos. A Magyar Labdarúgó Szövetség jóvoltából a győztes csapat 300 ezer, a vesztes együttes pedig 200 ezer forinttal gazdagodott. Átvették az érmeket az NB1B keleti csoportjának harmadik helyén záró nyíregyházi kézilabdaklub játékosai. Az NKC a következő szezonban saját nevelésű játékosaira építve szeretné stabilizálni helyét a másodosztály élvonalában. 11 évvel ezelőtt esett ki az NB1-ből a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Az elmúlt egy évtizedben többször is felmerült az élvonalba jutás lehetősége. A legutóbbi szezonnak egy bronz, majd ezüstérmet követően úgy vágott neki az NKC, hogy ha esélye adódik rá, megcélozza az első helyet. Végül 18 győzelemmel, 4 döntetlennel és 4 vereséggel a harmadik helyen zártak Varga Zsolt tanítványai, úgy, hogy az előttük végző Algyővel és Ferencvárossal szemben is pozitív lett Kaplonyék mérlege. A legfontosabb célkitűzést teljesítette a csapat. Ugye a bajnokság előtt azt fogalmaztuk meg, hogy a dobogónak mindenképpen jussunk föl, és az első három hely valamelyikét szerezzük meg. Azt gondolom, ezzel maradéktalanul elégedettek lehetünk. Valóban a sor minta nem folytatódott, ugye a negyedik, harmadik, második hely után jó lett volna az első osztály. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy azok a feltételek még hiányoztak, és most még részben hiányoznak Nyíregyházán, hogy az NB1-ről tudjunk beszélni, vagy a feljutásról tudjunk beszélni. A csapatkapitány szerint a kiegyensúlyozott teljesítmény hiányzott ahhoz, hogy előrébb végezzenek a harmadik helynél. Voltak hullámvölgyeink a szezon folyamán, nem is egyszer, többször is. Az igazság, hogy NB1-es bajnokságot csak úgy lehet megnyerni, hogyha kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a csapat. Most ez nem sikerült sajnos.
A nyíregyházi csapatnak egyelőre csak távozói vannak, a kapus Nagy Levente, valamint Gubó, Munkácsi és Dolics másütt folytatja pályafutását. A következő szezonban így több lehetőséghez jutnak majd a felnőtteknél a szintén harmadik helyen végző junior együttes játékosai. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Mindössze 90 napot kell várni szürkehályog műtétre Nyíregyházán, ez a várakozási idő jóval jobb az országos átlagnál. A kormány összesen 11 milliárd forintot fordított a kórházi várólisták felgyorsítására az elmúlt 3 évben. De más műtétekre is kevesebbet kell várni a betegeknek a Szabolcsi megye székhelyen, így például a csípő és a térprotézis műtétre is. Emberi ürüléket találtak kisgyermekek az egyik nyíregyházi játszótéren. Egy faházba mentek be, és ott nyúltak bele. A szülők felháborodva kerestek meg minket. Ők azt mondták, hajléktalanok piszkítottak oda. Mások a kutyákra panaszkodtak. A fenntartó nyírvévék közlemény küldött az ügyben. Azt írták, ők mindig fertőtlenítik és takarítják a játszótereket. Fekete lóantilop született a nyíregyházi állatparkban. A kis állat nevével ellentétben nem fekete szőrzetű, és nem is lesz az, hiszen ennél a fajnál csak a bikák feketednek be körülbelül 3 éves korukra. Az egy hónapos antiloplány egyelőre elkülönített helyen cseperedik, amin megerősödik, a látogatók is megismerkedhetnek vele. A Kölcsei Televízió híradóját látták június 9-én csütörtökön. Friss hírekkel péntek este is várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért böngészszék honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken változékony időre számíthatunk záporokkal. Egy hullámzó frontrendszer érte el térségünket, aminek köszönhetően pénteken nedvesebb légtömegek érkeznek fölénk. Éjjel megvastagszik a felhőzet, és eső, zápor, reggelre zivatar is kialakulhat a térségben. A változó irányú szél általában gyenge marad, átmeneti szélerősödés csak zivatarok környezetében lehetséges. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Pénteken a nap első felében még jó részt erősen felhős lesz az ég, és eső, zápor, esetleg zivatar egyaránt valószínű. Később északnyugat felől már szakadozottá válik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt. A beinduló gomoly felhőképződés miatt viszont ekkor is lehet záporra, zivatarra számítani. A délnyugati szél időnként megélénkül, átmenetileg megerősödik. Délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. Éjszaka hideg, majd pénteken napközben meleg fronti hatás várható térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A következő napokban gyakran lesz felhős az ég, és összességében többfelé is több alkalommal kell csapadékra számítani, néhol kiadós mennyiség is lehullhat. A hét végére átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, majd a jövő héten lassú melegedés várható.